Nyolcadik fejezet. Ettől fogva, Wentworth kapitány és Anne Elliot többször is időztek ugyanabban a körben. Hamarosan egymás társaságában vacsoráztak maszklóvéknál, A kisfiú állapota ugyanis immár nem szolgálhatott ürügyül nénikéje távol maradására, és ez csupán a kezdete volt további vacsoráknak és találkozásoknak. Hogy a hajdani érzések ismét feltámadtak-e, azt nem lehetett tudni, a múlt kétség kívül mindkettejük emlékezetében felbukkant, akaratlanul is kénytelenek voltak felidézni azt, a férfiak óhatatlanul beszélnie kellett. Az eljegyzésük esztendejéről, miközben előadta azokat a rövid kis történeteket, melyek a társadalgás során szóba szoktak kerülni, hivatásának köszönhetően volt, miről mesélnie, természetének hála értett a meséléshez és már az első együtt töltött estén elhangzottak a kefélék. Ez hatban történt. Vagy ez az előtt történt, hogy hatban tengerre szálltam, és bár a hangja nem csuklott el, en jól lehet, semmi oka. Nem volt feltételezni, hogy a tekintete felé jött miközben beszél a lelki alkatát ismerve. Úgy érezte teljesen lehetetlen, hogy a férfi ne gondoljon épp úgy az emlékeire, ahogy a nő maga. Bizonyára mindkettejüknek ugyanaz járt a fejében, ám bátor távolról sem hitte, hogy az emlék mindkettejüknek egyforma fájdalmat okoz. Kettesben nem beszélgettek, nem is szóltak egymáshoz, csak annyit, amennyit az egyszerű udvariasság feltétlenül megkívánt. Valaha oly sokat jelentettek egymásnak. Most pedig semmit. Volt idő, amikor még egy olyan nagy társaságban is, amilyen most az Upper Crossi szalont megtöltötte, roppantul nehezükre esett volna abba hagyni a beszélgetést. Talán az admirálist és Mrs. Croftot kivéve, akiken látszott, hogy ragaszkodnak egymáshoz és boldogok. En nem ismert el több kivételt, még a házaspárok körében sem. Két szív nem lehetett ennyire nyitott egymás iránt. Ízlések nem lehettek ennyire hasonlók, érzések nem lehettek ennyire megegyezők. Nem lehettek ennyire kedvesek egymás számára. Most olyanok voltak, akár az idegenek. Nem, még rosszabb, mert soha nem kerülhettek már kapcsolatba egymással. Élethez szóló elidegenedés volt ez. Amikor a férfi beszélt, En ugyanazt a hangot hallotta, ugyanarra a gondolkodásmódra ismert rá. A társaság valami keveset tudott a tengerészetről, és sokat kérdezgették, kiváltképpen, a két maszkróf kisasszony, akik rajta kívül alig néztek másra, a hajón zajló életről, a napi teendőkről, az élelmezésről, az időbeosztásról és hasonlókról, a kapitány pedig kedvesen tréfálkozott a rovásukra, mikor a beszámoló hal hallattán meglepődtek, hogy milyen jó az elhelyezés és az étrend, amiről ennek eszébe jutott, hogy annak idején ő is tudatlan volt, és ő is megvádoltatott, hogy azt hiszi a tengerészeknek a hajón nincs mit enniük, vagy ha mégis nincs szakács, aki elkészítse, nincs, aki felszolgálja, nincs kés és villa, amivel elfogyaszthatnák. Miközben ezt hallgatta, és elgondolkozott, arra lett figyelmes, hogy Mrs. Musgrove nem tudván úrrá lenni meghatódásán, ez súgja neki. Miközben ezt hallgatta. Jaj! asszony. Ha az ég megoltalmazta volna a szegény fiamat, bizony, most már ő is ilyen ember lenne. En elfolytott egy mosolyt, és kedvesen végighallgatta, mint Mrs. Musgrove még egy kicsit kiönti a szívét, és ezért néhány percen keresztül nem tudta követni a többiek társadását. Amikor ismét arra figyelhetett, hogy ami természetszerűleg érdekelte, a Musgrove kisasszonyok éppen előkerítették a Lotta könyvet, a saját flottakönyvüket, az elsőt, mely Uppercross-ban volt valaha létezett. És azzal a feltett szándékkal ültek neki együtt a tanulmányozásának, hogy kikeressék a hajókat, melyeknek Wentworth kapitány volt a parancsnoka. Emlékszem, az első hajója az Eszp volt. Nézzünk utána az Ssp-nek. Azt itt nem fogják megtalálni. Tönkrement, darabokra hullott, én voltam az utolsó parancsnoka. Már akkor is alig volt alkalmas a szolgálatra. A jelentés szerint hazai vizeken szolgálhatott volna még egy-két évig, ám ehelyett elküldtek vele az Antillákra. A lányok teljesen megrökönyödni látszottak. Az admiralitás, folytatta a férfi, időnként abban leli kedvét, hogy használatra alkalmatlan hajón tengerre vezényel néhány száz embert. De utánpótlás bőven akad és a sok ezer közül, akik már akár a tengerfenékre is küldhetők, lehetetlen kiválasztani éppen azokat, akik talán a legkevésbé hiányoznak. Ejnye már! kiáltott az admirális. Mit nem beszélnek ezek a fiatalok? Nem létezett jobb egyárbocos, mint az eszp a maga idején. A régi építésű hajók között nem akadt hozzáfogható. Szerencsés fickó volt, aki megkapta, Tudhatja, hogy húsz nála külön, különb ember folyamodott akkoriban azért a hajóért. Szerencsés fickó, hogy egyáltalán ilyet, ilyen hamar hajót kapott, holott nincsenek összeköttetései. Szerencsésnek érzem magam, admirális úr. Lefelől biztosíthatom, felelte Wentworth kapitán komolyan. Elégedettebb már, nem is lehettem volna a kinevezésemmel. Nagy dolog volt nekem akkoriban, hogy tengerre szállhatok. Nagyon nagy dolog és mindenáron arra vágytam, hogy tersek valamit. Még szép, hogy arra vágytál. Mihez kezdene egy magadfajta, fiatal fickó teljes félesztendőn át a földön. Ha egy férfinak nincs felesége, csak hamar hajózni akar, megint. No de, Wentworth kapitány, kiáltott fel Louisa. Bizonyára nagyon bosszankodott, amikor az eszpre lépve meglátta, hogy micsoda öreg lélekvesztőt kapott. Nagyon jól tudtam már korábban is, hogy milyen. Felelte a kapitány mosolyogva. Nem szembesültem nagyobb újdonsággal, mint a mekkorával kegyet szembesülne, látván milyen divatos és erős az ocskakabát, melyet. melyet emberemlékezett óta egymásnak kölcsönöznek az ismerősei, és amelyet valami nagyon esős napon kegyed is kölcsön kap. Ó, az számomra a drága öreg esz volt az a hajó minden utasításomnak. Engedelmeskedett. Tudtam, hogy így lesz. Tudtam, hogy vagy nekem két napig sem volt komisz idő. Tudtam, hogy vagy együtt szállunk a tengerfenekére, vagy jó szolgálatot fog tenni nekem. Két napig sem volt komisz idő, amíg a tengert jártam vele, és miután már elég sok kalózhajót fogtam el, ahhoz, hogy szórakoztassam a dolgom, a következő őszön hazafelé tartván, a jó szerencsémnek köszönhetően éppen azzal a francia fregattal találkoztam össze, amelyikre vadáztam, bevittem plimatba, ahol azután ismét szerencsésnek bizonyultam, hat órája nem voltunk még a kikötőben, mikor kitört egy orkán, ami eltartott négy napon és négy éjszakán át, és a nyílt vizen, fele fél annyi idő alatt elintézte volna a szegény öreg, öreg eszpet. Összecsapásunk a nagy nemzet hajójával nem igentett jót az állapotának. 24 óra leforgásán belül már csak a hős Wentworth kapitán lettem volna az újságok valamelyik apró betűs bekezdésében, és mivel csak egy egy árbotossal veszem volna oda, senki nem törődött volna velem. En elpalástólt a borzongását. Ám a maszkróf kisasszonyok épp oly nyíltan kimutathatták mint amilyen őszintén kiáltottak fel részvétükben és rémületükben. És akkor azt hiszem, szólt Mrs. Musgrove halkan, mintha csak hangosan gondolkodna. Akkor került a lakoniára, és ott találkozott szegény fiunkkal. Charles, drágám, intette magához a fiát. Kérdezd már meg Wentworth kapitányt, mikor találkozott először szegény fivéreddel? Én mindig elfelejtem. Én tudom, anyám. Gibraltárban történt, Dicket betegen hagyták Gibraltárban egy ajánlással, amelyet az előző kapitánya írt Wentworth kapitánynak. Ó, de Charles mond meg Wentworth kapitánynak, hogy nyugodtan említheti előttem Dicket, hiszen még jól is esne hallanom, hogy egy ilyen jó barát beszél róla. Charles, aki jobban átláthatta a történtek valós magyarázatát, Csupán bólintott, válaszol és odébb sétált. A lányok most a Lakonia után kutakodtak, Wentworth kapitány pedig nem tudott ellenállni a kísértésnek, és megkímélendő őket a vesződtségtől, kezébe vette a becses kötetet, és felolvasta a hajó nevére és besorolására, valamint a jelenlegi visszaminősített voltára vonatkozó rövid szakaszt, megállapítva, hogy a Lakonia is egyike volt a legjobb barátoknak, melyek tengerészeknek valaha kiutott, kiutottak. Ó, azok voltak a szép idők, amikor a lakoni elszolgáltam. Milyen gyorsan meggazdagodtam rajta. Egy barátommal nagyszerű őrjáratot tettünk a Karib-tengeren. Szegény Harvey, te tudod, nővérem, mennyire szorongatta a pénzszűke. Még inkább, mint jó magamat. Nősember, pompás fickó. Sosem felejtem, milyen boldog volt, főleg a felesége miatt. Bár csak velem lett volna a következő nyáron, amikor hasonló szerencsével jártam a földközi tengeren. És az már biztos uram, mondta Mrs. Musgrove, hogy szerencsés nap volt számunkra, amikor kapitányként helyezték arra a hajóra. Soha nem fogjuk elfelejteni, amit tett. Érzelmei csak halkan engedték beszélni, és Wentworth kapitány, mivel csupán részben hallotta és alkalmasint, egyáltalán nem Dick Musgrove körül forogtak a gondolatai kissé bizonytalanul pillantott rá, mintha a folytatást várná. A fivéremre gondol, sukta az egyik lány, a mamának szegény Richard jutott eszébe. Szegény drágám, folytatta Mrs. Musgrove, annyira megkomolyodott, és oly kitűnő leveleket írt az ön parancsnoksága alatt. Jaj, de jó lett volna, ha sosem vezénylik máshová. Biztosíthatom, a kapitány, nagyon sajnáljuk, hogy máshová vezényelték. E szavak hallattán kapitány kapitány arckifejezése tekintete. Egy pillanatra megváltozott, szép vonalú elhúzódott, ami ent arról győzte meg, hogy nem osztozott Mrs. Musgrove anyai szeretet, diktált a kívánságában, és valószínűleg inkább szabadulni igyekezett a fiától. De mivel csupán futólag adta jelét annak, hogy mulatságosnak találja a feltevést, olyas valaki nem vehette észre, aki nem ismerte őt annyira, mint ent. Egy pillanat múltán már is fegyelmezett és komoly lett ismét, és szinte azonnal odalépett a pamlaghoz, melyen en és Mrs. Musgrove foglaltak helyet, leült az utóbbi mellé, és halkan beszélgetni kezdett vele a fiáról, oly együttérzőn és oly természetes eleganciával, melyből kiderült, hogy a legkedvesebb tapintattal viseltetik egy szülő valódi és teljesen érthető érzései iránt. Most hát ugyanazon a pamlagon ültek, mert hogy Mrs. Musgrove azonnal helyet szorított a kapitánynak. Csupán Mrs. Musgrove választotta el őket. Igaz ugyan, hogy ő korán sem volt jelentéktelen korlát közöttük. Mrs. Musgrove igen, terebélyes asszony volt, természete szerint sokkal hajlamosabb a vigadozása és a jókedére, mint a gyengeségre is, az érzelgősségre. És bár az end karcsú alakján is tűnődő arcán tükröződő felindultságból Vélhetően semmi sem látszott. vendor kapitánynak becsületére vált az önuralom, melyel végighallgatta a dagályos sóhajtudást, és olyan fiús, fiú sorsáról, sorsával kapcsolatban, akivel életében senki nem törődött. A testmérete és a lélek fájdalma persze korán sem állnak szükségszerűen arányban egymással. Testes, kövérember, ember, épp úgy Elszenvedhet súlyos megpróbáltatást, mint a világ legkecsesebb lénye. Ám de léteznek összenemillő dolgok, amelyeket az ész hiába vesz párfogásába, az ézlés képtelen elfogadni, és amelyek azért, akár helyes ez így, akár nem, nevetség tárgyává válnak. Az amirális, miután felfriss hátra kézzel, kétszer-háromszor körbesétált a szobában, és a felesége megdorgálta emiatt, most odalépett Wentworth kapitányhoz, s mit sem tudva arról, hogy mit szakít félbe, csak a saját gondolataival foglalkozva így szólt. Ha múlt év tavaszán, egy héttel később értél volna Lisbonba, Fredrik, megkértek volna rá, hogy vidd magaddal Lady Mary, grierson és a lányait. Valóban? Akkor hát örülök, hogy nem egy héttel később voltam ott. Az amirális is a szemére vetette, hogy nincs semmi elegendő lovagiasság. A kapitány nem hagyta magát, noha beismerte, hogy soha nem lenne hajlandó hölgyeket venni a hajója fedezetére, kivéve, ha bárról vagy látogatásról van szó, ami nem tart tovább néhány óránál. De ha jól ismerem magamat, mondta ennek nem a hölgyek iránti lovagiasság hiánya az oka hanem inkább az, hogy úgy érzem minden igyekezetet, minden áldozatot ellenére lehetetlen a fedélzeten olyan elhelyezést teremteni, ami a nőknek kijár. Nem lehet szó a lovagiasság hiányáról, amirális úr, ha messze menően tiszteletben tartom a nők kényelemre vonatkozó igényeit, már pedig ezt teszem. Nem szeretek hajón tartózkodó nőkről hallani, látni sem szeretem őket a fedélzeten, és ha rajtam múlik a parancsnokságom alatt álló hajók, soha nem fognak nőrokonokat szállítani. Ezt halván közbeszólt a nővére. Jaj, Fredrik, el sem hiszem, hogy így beszélsz. Ez csupa üres elő, előkelősködés. A nők épp, hogy kényelmesen elhelyezkedhetnek a fedélzeten, mint Anglia legkitűnőbb házában. Azt hiszem, többet tartózkodtam hajókon, mint a nők zöme és sehol nem volt részem több elhelyezésben, mint egy haj, hadihajón. Ellítom, hogy a kényelem sehol, még a kastélyban sem, itt kedvesen elnfelé bicentett múlja felül azt, amit az összes hajón tapasztaltam, ahol laktam, és összesen öt ilyen volt. Ez nem ugyanaz, válaszolta a fivére. Te a férjed mellett voltál, és az egyetlen nő a fedélzeten, de hiszen te magad elvitted Mrs. Harville-t, a húgát, az unokatestvérét és három gyermekét, polcmákból, egészen primaték. Hova tetted akkor ezt a te nagyon előkelő, rendkívüli lovagjasságodat? Az barátságból történt, Sofia. Ha módomban áll, segítek egy tisztársam, feleségének, és a Harville akarná, bármit elhoznék neki a világ végéről is. De nehogy azt képzeld, hogy nem éreztem szerencsétlennek a dolgot, biztos lehetsz benne, hogy ők mind nagyon jól érezték magukat. Meg lehet, hogy ezt nem érdem, tudom be. Ilyen sok nőnek és gyereknek nincs joga ahhoz, hogy mind kényelmesen utazzanak egy hajón. Drága Federikem, ez meddő szócséplés. Könyörgök, mi lenne velünk szegény tengerész feleségekkel, akik gyakran rászorulnak, hogy egyik kikötőből a másikba vegyenek, vigyenek bennünket a férjük után, ha mindenki úgy érezne, mint te. Az érzéseim, látod, nem akadályoztak meg abban, hogy Mrs. Harvild és az egész családját primatba vigyen. De én nem állhatom, amikor úgy beszélsz, mint valami finnyás úriember, mintha a nők, mint finnyás hölgyek volnának, nem pedig értelmes teremtmények. Egyikünk nem várja el, egyikünk sem várja el, hogy a tenger mindig sima legyen alatta. Ó, drágám, szólt az amirális. Ha majd megnősül, másként fog beszélni. Ha házas ember lesz, és szerencsésen megérünk egy újabb háborút, kiderül majd, hogy ő is úgy tesz, mint te meg én, és még nagyon sokan mások. Nagyon hálás lesz mindenkinek, aki elviszi hozzá a feleségét. Nos, az már igaz. Szépen vagyunk, kiáltott fel Wentworth kapitány. Ha egyszer házas emberek támadnak nekem azzal, hogy Másképp vérekedsz majd, ha megnősülsz, csak annyit felelhetek, én aztán nem. Mire ők megint jelentik, dehogyis nem. És ezzel vége a dolognak. Felállt és odépsételt. Milyen sokat utazhatott kegyed, asszonyom, mondta Mrs. Musgrove Mrs. Croftnak. Úgy bizony, asszonyom, a házasságom 15 esztendeje alatt, bár sok feleség még többet. Négyszer keltem át az Atlanti-óceánon, egyszer, egyetlen egyszer megtettem az utat, Kelet-Indiába is vissza, amellett megfordultam közelebbi helyeken, Korkban, Lisszabonban és Gibraltárban. De soha nem jártam a csendes óceánon, és nem voltam az Antillákon. Bermudát vagy Bahamát, tudja, nem számítjuk az Antillákhoz. Mrs. Musgrove egyetlen szóval sem vitatkozott. Nem vádolhatta magát azzal, hogy életében bárhová is számított volna az említetteket. És biztosíthatom kegyedet, asszonyom, folytatta Mrs. Croft, hogy semmilyen elhelyezés nem ér fel azzal, amiben egy hadihajón van része az embernek, tudja, magasabb osztályú hajókról beszélek. Természetesen, ha fregatra száll, szűkösebben van ámbetor, bármely értelmes asszony azon is teljesen jól ellakhat, és nyugodtan állíthatom, hogy életem legboldogabb részét Hajon töltöttem. Amíg együtt voltunk, tudja, nem volt semmi fel, félnivalónk. Hála Istennek, mindig kitűnő egészségnek örventem, és nem létezik éghajlat, ami ártana nekem. Ha első 24 órát a tengeren a, egy kisé mindig nehezen elviselem, de utána nem is tudom mi az, hogy rosszul lét. Egyetlen egyszer szenvedtem, igazán testileg is lelkileg egyetlen egyszer gyötörtek rossz érzések, és gondoltam veszélyre, mégpedig azon a télen, amikor egymagam időztem délben, mert az amirális, amikor akkor még Croft kapitány, az északi tengeren járt, állandó félelemben éltem akkor, és mindenféle képzeletbeli panaszaim voltak, mivel nem tudtam, mihez kezdjek magammal, vagy hogy mikor hallok felőle legközelebb de amikor együtt lehettünk, semmi bajom nem volt, és a legcsekélyebb kellemetlenségem sem akadt. Hát igen, ez bizony így szokott lenni. Teljesen egy véleményem vagyok kegyettel, Mrs. Croft, hagzott Mrs. Musgrove, szívből jövő válasza. Semmi sem olyan rossz, mint távol lenni egymástól. Tökéletesen egyetértek. Jól tudom, milyen az, hiszen Mr. Musgrove örökösen részt vesz a vándor bírósági ülésen is, annyira örülök, amikor végeznek, és épségben visszatér. Az este tánccal ért véget. A javaslat elhangzásakor en szokás szerint felajánlotta szolgálatait, és már a szeme időnként könnyeltelt meg, miközben a hangszernél ült, rendkívül boldog volt, hogy elfoglaltságot talált, és viszonzásul csupán annyit várt, hogy ne figyeljenek rá. Jókedvű, örömteli este kerek kerekedett, és senki nem látszott vidámabbnak, mint Wentworth kapitány. En úgy érezte, a férfinak minden oka megvan, hogy emelkedett hangulatban legyen. Általános figyelem és tisztelet övezi. Kiváltképpen az ifjú hölgyek figyelme. A már említett unokatestvérek, a hater, kisasszonyok nyilvánvalóan részesültek a kegyben, hogy beleszerethessenek, ami pedig Henriettát és Louisát illeti. Mindketten annyira oda voltak érte, hogy kizárólag a közöttük meglévő tökéletes, jó indulat folytán látszott hihetőnek, hogy nem egymás eltökélt vetétársai. Ki ha egy kisé elkaphatná a kapitányt? Ez az egyetemes lelkes rajongás. Eféle gondolatok forogtak en fejében, miközben fél órán keresztül gépiesen egyszer, mint hibátlanul is, öntudatlanul tette a dolgát az ujjával. Egyszer úgy érezte, hogy ő nézi, figyeli a megváltozott vonásait, talán megpróbálja felfedezni annak az arcnak a romjait, mely hajdaná elbűvölte. Egyszer pedig tudta, hogy róla beszél. Alig volt tudatában, míg nem. Meghallotta a választ, de ekkor már biztosra vette, hogy azt, kérdezte a partnerétől, vajon Eliott kisasszony soha nem táncol-e? A válaszeként szólt. Nem, soha teljesen felhagyott a tánccal. Inkább játszani szokott. Soha nem fáradt bele a játékba. Egyszer szólt is hozzá. Amikor a tánc véget ért, én felállt a hangszer mellő, a kapitány pedig leült és megpróbált átkimpírozni egy dallamot, amit szeretett volna megismertetni a maszkróv kisasszonyokkal. Én önkéntelenül visszatért a szobának ebbe a részébe. A kapitány meglátta, azonnal felkelt, és kiszámított udvariassággal ezt mondta. Bocsánat, állítesed ezem, hölgyem, ez a kegyet helye. És bár határozottan tiltakozva, azonnal félrehúzódott a kapitányt, nem lehetett rávenni, hogy üljön vissza. En nem vágyott többre, ilyen pillantásokból és szavakból. A férfi hideg udvariasságánál, szértartásos jóindulatánál semmi nem lehetett volna rosszabb.